tapintozunk. Gyönyörű, szép, közben a fenekezőre is volt kapásom. Gyönyörű, szép keszeg. Egészséges, gyönyörű, szép keszeg. Bogyó azt mondja, hogy együk meg. Bogyók azt mondja, puszit akar neki adni. Szája szélibe akadt. Ilyen szép. Na, ezt is elengedtük, bogyók, a francba. Bogyó szerint ez őrült horgászat, hogy visszadugjuk a halat. Hát mondjuk nem mindig azért, csak amikor nem kell. Közben néztem, hogy elég sok feliratkozó lett a csatornámra, aminek nagyon örülök. Aki nem tette meg, annak még itt a lehetőség feliratkozni, mert 2000 feliratkozó után elárulom, hogy kell úgy horgászni, hogy ne fogjunk törni harcsát. Ezt tartom. De szép kapás, kapi. Hát igen, rengetegen YouTube-oznak. Hát tavaly még úgy nézett ki, hogy akár bevétel is lehet ebből, de hát idén már ez a múlté. Kettős adóztatás, stb. Tehát egyáltalán nem éri meg, hogy az ember bevételre állítsa a videókat. Tavaly rengeteg kezdtek el YouTube-ozni, és úgy nézem, hogy azért már csökken ez a nagy YouTube-ozós kedv, mert hát rájöttek, hogy pénz nincs benne, viszont nagyon sok plusz idővel jár, hogy felrakni számítógépre, számítógépről felrakni az internetre, tehát nagyon sok időbe telik, és még akkor nem is a minőségi videókra gondolok, mert aki ilyen minőségi videókat akar összevágni, hát én azt próbáltam, na jó túlzás, hogy minőségi, csak hogy próbáltam összevagdosni, és bizony rámegy fél nap. Tehát nem is nagyon szívesen vagdosok most már össze videókat, mert annyira nincs értelme, mert rengeteg idő rámegy. Hát inkább rakok föl ilyen hosszabb videókat. Több idős horgász is jelezte, hogy ő nagyon örülne neki, még ha nem is fogok sok halat, de legalább otthon valami kis horgászat bemegy a szobába. Hát azért nem mindenki tud kimenni horgászni sajnos, mert vagy azért, hogy nem tud kellően mozogni, vagy nincs jármű, amivel kimenjen, vagy nincs, aki kivigye. Tehát nagyon sokan sajnos arra vannak, hogy csak ezeket a YouTube videókat nézzék. Másképp nem tudnak. Hű, ezt a de szép kapás volt. Meg is van, de szerintem ez törpe. Szép törpike. Ezt is elrakjuk már. Az előbb is fogtunk kettőt, megpucoltuk. Bugyó azt mondja, legalább ezt ne dob vissza már, azt mondja, hát legyen már eszed. Ez a nézés, igazi kutya nézés. Berakom. Ott a merítőbe, aztán ide, vízbe. Aztán, mikor megyünk föl, akkor fölvisszük, kiráncsuk a bundájából, az megy be a fagyasztóba. Más nem tudok rá csinálni, mert hát vissza kéne dobni, vagyis szerintem vissza kéne dobni, mert nem kéne. De viszont tilos visszadobni, Bogyó meg akar jönni. Megnézte, hogy biztos nem dobtam vissza. Ha próbálok ezért fölrakni így videókat. Le se kell venni a kapásjelzőt. Szépen be lehet dobni. A dajvabotot nagyon szeretem. Szabináig túl kaptam. Hát olyan, mint az én régi botom.
közben még nem próbáltam ki, már csináltam egy felvételt, hogy ez a vattapamacs van a mikrofonon, hogy mit fog csinálni, hogy fog-e a szél vízhangzani, vagy nem fog. Hát kíváncsi leszek rá. Hát az én máma már, hogyha megtartottuk volna a halat, már nem haltunk volna éhen, szerintem. Sőt, talán még egy kisebb négy tagú családra is elég lett volna a hal mennyiség. Fogtunk már vagy 6-7 darab szép keszeget, pontyot is fogtunk, meg vagy 5 darab törpét. Úgyhogy hát nem azt mondom, hogy meghízott volna egy család, de éppen. Nincs soha panaszra. Szeretem ezt a spicbotozást. Ilyenkor tavasszal azért még nem annyira vadul mennek a pontyok is. Úgyhogy simán meg lehet egy 2-3 kilós pontyot fogni spicbottal. Ezen meg elég erős is a zsinór, mert 18-as zsinór van rajta. Ez a teflonos. Hát nagyon jó kis zsinór. Alig lehet beszakítani. És nem is gyűrődik, tehát nem kuvancolódik olyan könnyen. Meg a horognál nem lesz az a krix-krax, hogy össze-vissza hajlik, hanem tényleg tartsa magát olyan jó mereven. Hát szeretem, jó zsinór nagyon. Nevit talán nem is mondom, mert nem reklámozni akarom, mert hát pénzt nem kapok érte, meg nehogy azt mondják, hogy reklámozom, de viszont nagyon jó zsinór, akkor is. Na, egy akciódús videóból törpeharcsa és keszeg is, hoppá. Húztam, azt már nem is állt fel az úszó, valamik húzás közben. Hopp, megint húztam. Úgyhogy én továbbra is rakok föl videókat. Általában nem vagyok rajta a videókon, mert annyira szép nem vagyok. De azért rakom fel a videókat, mert hát a táj az gyönyörű. A horgászat se rossz, kapásom a közben fenekezőre. Megint. Közben az úszóra is kapás van. Na. Simán. Azért lehet, hogy délután próbálunk sűrűre egy párat dobunk, amíg nem kezdődik a tilalom. Hátha. Az, hogy csukatilalom van, de attól függetlenül én akkor is dobok, mert ha csukát fogok, akkor visszakérem. De ha sülőt fogok, azt nem engedem vissza, mert még kéne dobni. És szerintem a tilalomnak elég az a 2 hónap, ami most van a sülőre. Úgyhogy... ha sülőtilalom előtt egy nappal fogok sülőt, én azt akkor is meg fogom sütni. Méretes. Messze neked kecsen rizshorgászok. Most hányan kapnak a szívükhöz, nem tudom. Hát visszadobom én is a halaknak nagy részét, de azért sülő az csak sülő. Na. Aki a sülőt nem eszi, az már tényleg nagyon.
tudunk tájolhalat. Kíváncsi leszek erre a szélre, azért is most beszélek, hogy mennyire hallatszik a videó, mennyire húsos dolog. Kéne találni erre a mikrofonra. Közben a gátat még mindig nem nyitották föl. Ez a gyomai kecsegésnél levő gátőrház, ez nem nyissa föl a gátat. Pedig hát ki van fizetve a gátjárási. És sokkal rövidebb volna gyomára bemennem, 4-5 kilométerre. Hát, hoppá, meg is van. Megint törpe. Na, most már kettő törpét viszünk föl, majd megpucolni. Lassan összejön egy sütés. Bogyó, megszúrtad az órodat? Látod, milyen butuska vagy? Kis órocskádat megszúrtad, mi? Jaj, összetört a szék alattam. Na, ülök, mint a... Összetört alattunk a szék. Na most mit csinálunk? Jaj! Na hát így jártam. Ó, basz! Na. Így jártam. Még jó, hogy nem estem be a vízbe. Ahogy beestem egyszer a vízbe, összetört a másik szék alattam. Ez nagyon rosszul esett.